irodalmi múzeum fő. Az Arany János emlékpadon is helyet foglaltak azok, akik Arany János és családja szobor kompozíciójának avatására érkeztek Nagykőrösre. A 19. század költőóriása életének csak nem egy évtizedét ebben az alföldi kisvárosban töltötte. Arany költészete olyan érték, mely a világ magyarjait egybeolvasztja, olyan érték nemzetünknek, melyért soha nem feledhetünk hálát adni a Jóistennek, hogy megadta, s nekünk, magyaroknak adta. Arany János 1851 őszén költözött Nagykőrösre a Református Gimnázium irodalomtanári székének elfogadására. Itt születtek híres balladái. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Az emlékmű alkotója Szabó György nagykőrösi születésű. A művész több alkotása díszíti már a város köztereit. A ma felavatott szoborkompozíció egy magángyűjtőtől szerzett 1863-as porcelánképmása. A robosztos mű bronzból és gránitból készült. Ami számomra érdekes volt, hogy nem akartam olyan szoborcsoportot, ami, hogy mondjam, most divatos, és körbe, olyan módon körbejárható, hogy akár mellé ülhetnek. Én egy olyan emlékművet akartam, ami egy kicsit szimbolizálja ezt a itt lakást, akkor az aranyt kiemeli, ezért a Arany János figurája körplasztikaként, és a család többi része átsimul domborművé. A költőfénye bearanyozta a tudós tanári karral működő gimnáziumot és Nagykőrös városát egyaránt. Ebből az időszakból származik a költő számos, jelentős műve is. Arany János és családjának szobra a Hősök terén kapott méltó helyet.